Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai adásunkban folytatjuk Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele olvasását és közös átgondolását. Öröm számomra az a tudat, hogy sok kedves nézőnk érdeklődik a lehetőség iránt, az iránt, hogy közösen gondolkodjunk a Szentírás üzenetén, és természetesen az is fontos számunkra, hogy lelki dolgainkról elmélkedjünk, és bizonyos fogalmakat is tisztázzunk. Folyamatosan olvassuk hosszú ideje már a római levelet, most a 10. fejezetnél tartunk, és már is belekezdünk az új szöveg ismertetésébe. Testvérek! Szívemből kívánom és könyörgök Istenhez az ő üdvösségükért, mert tanúságot teszek mellettük, hogy megvan bennük a buzgóság Istenért, de ez a nem ismerők buzgósága. Nem ismerték el ugyanis az Istentől való megigazulást, s a magukét igyekeztek helyébe állítani. Nem vetették alá magukat az Istentől való megigazulásnak, pedig Krisztus a törvény vége mindenkinek a megigazulására, aki hisz. Meg is állunk itt az első 4 vers után. Fontos néhány gondolat az ismétlés kedvéért is, és fogalmaink felelevenítése, tisztázása. Kikről beszél itt az apostol? Az előzményekből tudjuk, akik eddig is figyelemmel kísérték a római levél folyamatos tematikáját. Saját népéről beszél az apostol, amelynek ő buzgó tagja volt. A választott népre tesz utalást, és a választott nép lelkületére, bizonyos elutasító magatartására, amellyel távol tartotta az üdvösség lehetőségét magától, vagy pedig magát az üdvösségtől. Mert ahogy itt is érvel az apostol, a saját maguk megigazulásával foglalkoztak, és úgy gondolták, hogy elegendőek ők maguknak, mert nem az Istentől várták a megigazulást, hanem a saját erőfeszítéseikből. Mit jelent mindez? Mit jelent a megigazulás? A megigazulás olyan lelki folyamat, amelyen keresztül az ember szentté válik, Isten előtt kedvessé válik, amely segíti az embert, hogy ráhangolódjon Isten szándékaira, Isten kezdeményező szeretetére, hiszen az Úristen meghívja az embert a vele való élő közösségre. Amikor ezt a felajánlást az ember elfogadja, akkor már rátér a megigazulás útjára. Igaznak lenni azt jelenti, hogy valaki Istennek tetsző módon él. Isten mondja meg azt az ember számára, hogy mit tegyen ahhoz, hogy jó legyen, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség. Ez nem áll az ember hatáskörében. A jó és rossz tudás fája ezt jelképezi a Teremtés könyvében, ezért volt tilalom ezen a fán, hogy az első emberpár ne fogyasszon ennek a fának gyümölcséből, vagyis nem áll módjában az embernek, hogy erkölcsi értelemben és általában a világ dolgaiban a jó és a rossz közötti különbséget saját maga meghatározza, ez nem áll módjában. Egyáltalán mit jelent a jó, vagy mit jelent a rossz? Fogalmilag is és logikusan gondolkodva, amennyiben azt mondjuk, hogy a jó az Isten szándéka szerinti helyes megoldás, a rossz pedig az, ami ellenkezik Isten szándékával, akkor már is
fogalmilag is megértjük, hogy miért egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy a jót és a rosszat megkülönböztesse. Amikor az ember jó akar lenni, vagyis igaz akar lenni, akkor elfogadja Isten szándékát, és ráhangolódik Isten akaratára. Amikor ezt elutasítjuk, és a magunk útját járjuk, amely nem mindig egyezik Isten szándékával, amikor eltérünk Isten akaratától, annak teljesítésétől, akkor rossz úton járunk, és ez az erkölcsi értelemben vett rossz. Az ember sokszor téved, elbotlik, elbukik, az első emberpár is elbukott, így vonta magára az ember, az emberiség a bűnt, a rosszat. Az első emberek bűnét teológiailag a katolikus értelmezésben ősbűnnek nevezzük, ennek áthárulását és átörökítését minden egyes ember számára, ezt nevezzük eredeti bűnnek, vagy áteredő bűnnek, mert hiszen azt a meggyengült és megromlott természetet örökli minden egyes ember, amit ránk hagyott az első ember pár. Ezt bibliai értelemben fogalmazzuk most meg, nem természettudományos szempontból, mert így tudunk igazán hivatkozni az első emberekre, első emberpárra a Biblia leírása szerint. Az egyébként mindegy lenne tudományos vagy természettudományos szempontból, hogy Ádámnak vagy Évának hívták-e az első embereket, vagy másnak, és hogyan alakult ki a világ, hogyan alakult ki az élet, és hogyan élt az emberi szintre, akármilyen fejlődés árán eljutott élőlény, akit embernek nevezünk. Nem ezek a szempontok foglalkoztatnak, hanem amikor már embernek lehet nevezni Isten teremtményét, és saját akarattal, öntudattal cselekedett, és Istennel kapcsolatba került az ember, akkor megtagadta a neki való engedelmességet. Ez tehát az ősbűn, átörökítve, úgy nevezzük, hogy áteredő bűn. Az igaz ember pedig igyekszik visszatérni Isten útjára, ráhangolódni Isten szándékaira, és ez a folyamat, ez a megigazulás. Amikor az ember igazzá válik Isten előtt, azonosulni tud Isten akaratával. Ez nem veszi el az ember szabadságát, nem alázza meg az embert, nem korlátozza az ön saját önrendelkezését, vagy nem csorbítja az ember öntudatát. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem bábú az ember Isten kezében, nem tárgy, eszköz, hanem olyan személy, minden egyes ember önálló és megismételhetetlen személy, akit Isten gyermekévé fogadott, hiszen a teremtés koronájává tette az embert. Azt mondja tehát az apostol, hogy el kell jutnunk a megigazulásra. Sajnálja, hogy az ő népe nem megfelelő módon keresi a megigazulás lehetőségét. Hosszú fejtegetés hangzott már el itt a lélekemelőben, a törvényről, a törvény külsőséges megtartásáról, vagy annak eredményeiről, és elhangzott a hitből fakadó megigazulás lehetősége, amikor az ember az üdvösséget rábízza arra, aki azt az embernek ajándékozza, vagyis Istenre. Nem lehet emberi erőfeszítéssel, norma-szerűen, teljesítményszerűen elnyerni az üdvösséget, nevezetesen a törvény betartásával. Nem olyan automata rendszer ez, amely magától értetődően az üdvösséget eredményezné. Elég lenne az embernek befizetnie, betenni az automatába a maga emberi erőfeszítéseit, és
a törvény megtartásának bizonyítékait, az Úristennek pedig automatikusan az lenne a feladata, vagy mint egy kötelessége, hogy az embernek megadja az örök élet boldogságát, vagyis az üdvösséget. Az ember személyesen a hitáltal, Jézus Krisztusban kapja meg az üdvösség lehetőségét. Az Isten fia, Jézus Krisztus mondta, senki sem juthat el az atyához, csak általam. Nincs másban üdvösség, nincs más által lehetőség az üdvösségre, csak Jézus Krisztus által, és ez nem emberi találmány, hanem ezt maga az Úristen közölte az emberrel az ő kinyilatkoztatásában, az új szövetségi szentírás üzenetén keresztül, és Isten az, aki saját fiát küldte, az ő kimondott szavát, igéjét, azért, hogy az ember üdvözülhessen, hogy megigazuljon Isten előtt. Ez tehát egy olyan rövid összefoglalás, amely nagyon fontos, és most a Római Levél 10. fejezetének olvasásánál is már is az első 4 versben előkerül. Az apostol buzgó izraelita volt, buzgó zsidó volt, választott népének példaadó, szolgálattevője, tanítója, aki a farizeusi vallási irányzatban buzgolkodott, feltette magában, hogy jó példát akar adni, kiváltképpen a törvény megtartásában, a szokások, hagyományok betartásában. Sokáig ellenállt Jézus hívásának, és üldözte Krisztus követőit, vagyis a keresztényeket. Slám megtörtént a fordulat a damaszkuszi úton, és immár az apostol ezután a fordulat után sajnálkozását fejezi ki, amiatt, hogy az ő népe ugyanezt az utat nem találta meg, ugyanezt a hívást nem hallotta meg, amit ő személyesen, mint egy magán kinyilatkoztatással meghallhatott. Népe viszont hallhatta Jézus Krisztus tanítványainak üzenetét, de magát, Jézus Krisztust, aki ebben a népben testesült emberré, és született meg, és élte emberi életét, gyakorolta az emberi hivatását igaz Isten létére, mint Isten ember. Mégis a nép elutasította ennek a nagy lehetőségét, hogy ő benne felismerje az üdvösséget. Ez tehát a háttér, annak fájlalása, hogy az apostol sajnálja az ő saját népét, amelynek soraiból nagyon sokan elutasítják az üdvösséget. Itt a második versnél arra hivatkozik az apostol, hogy mert tanúságot teszek mellettük, vagyis az ő népe mellett, hogy megvan bennük a buzgóság. Ezt nem lehet vitatni, hogy az Ószövetség népének sok fia között, vagy életében megvolt a buzgóság. Megvolt a buzgóság Istenért, de ez a nem ismerők buzgósága, akik nem ismerték fel Isten szándékait, nem ismerték fel Isten küldöttét, az ő szolgájában a messiást, a szabadítót, ahogyan Szent János mondja, hogy az Úr az Isten saját fiát sem kimélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Nem ismerték el ugyanis az Istentől való megigazulást, és a magukét igyekeztek helyébe állítani. Egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által valósul meg az üdvösség, amikor valaki a maga megigazulását, vagy a maga módján keresi a megigazulását, akkor ez azt jelenti, hogy, amit az előbb is már részleteztem,
hogy automatikusan vagy külsőséges cselekedetek által a törvény betartásában próbálja azokat az érdemeket megszerezni, amelyek úgy gondolja, hogy elegendőek az üdvösségre. Az üdvösség azonban nem emberi érdemnek a jutalma és ajándéka, hanem az Isten fia megváltó áldozatának a jutalma, ezért is teszi hozzá az apostol, itt a 4. versben, Krisztus a törvény vége mindenkinek a megigazulására, aki hisz. Tehát nem a törvény betű szerinti megtartása, hanem Jézus Krisztus hittel való elfogadása az üdvösség útja. Tartsunk rövid szünetet! Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat, és folytatjuk a Rómaiakhoz írt levél olvasását a 10. fejezetnél. Az 5. verssel kezdődően olvasom tovább a szöveget. Mózes ugyanis azt írja a törvényből eredő megigazulásról, az ember, aki teljesíti azt, élni fog általa. A Leviták könyvében, a 18. fejezet 5. versében olvashatjuk ennek eredeti szövegét, amelyre hivatkozik itt az apostol. A hitből eredő megigazulásról pedig így szól, ne mondd szívedben, ki megy föl az égbe, tudnélik, hogy Krisztust lehozza, vagy kiszáll le az alvilágba, tudnélik, hogy Krisztust a halálból visszahívja. Az írás viszont mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben, tudnélik a hit igéje, amelyet hirdetünk. Mózesre hivatkozik, és itt a 2. törvénykönyvre is, annak 30. fejezete 12. versére. Aztán itt van egy Zsoltár vers is, a 107. Zsoltárban. Arra hivatkozik tehát az apostol, hogy egyrészt Mózes az életútját feltárja az ember előtt, az életútja a törvény megtartásában lelhető fel, és járható végig. Kétségtelen, valóban a mózesi törvények így születtek, hogy felkínálták az ember számára, a választott nép számára az életútját. Olyan fontos útkereszteződést tárt fel Mózes,
amely a legsúlyosabb döntést készteti az ember életében, döntésre készteti az embert, mégpedig olyan döntésre, hogy válasszon az élet vagy a halál között. És azt arra bíztat Mózes, hogy válaszd az életet, válaszd azáltal, hogy megtartod a törvényt. De aztán már az ószövetségi tanítás is rávilágít arra, hogy nem elegendő csak az előírást, a normát, a szabályokat megtartani. Mert hiszen a törvényt az ember a szívében hordozza. Az élő szív oldalaira írja az Úristen az ő törvényét, és az élő szív lapjain olvasható. Bennünk is van ilyen készség és képesség, hogy felismerjük az Úr törvényeit a szívünkben. Belső hangunk is van, amely megszólal. Ezt nevezzük a lelkiismeret szavának. A lelkiismeret Isten szava bennünk a Szentlélek megvilágosításával, a Szentlélek bölcsességével, amelyet megoszt velünk és segít abban, hogy felismerjük Isten szándékait. Tehát nem elegendő a leírt törvényt a szöveg szerint, betű szerint megtartani. Ez a fajta utalás is arra hivatkozik, hogy az ember a szívében megtalálja a törvényt, és igazából ott dől el, hogy mennyiben ragaszkodunk Istenhez, vagy mennyiben utasítjuk őt el. Az ember tehát döntést hoz, mert szabad akaratunk van, és választhatunk jó és rossz között. Nem mi határozzuk meg azt, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, hanem ezt az Úristen tárja elénk. Mi aközött választhatunk, hogy akarunk-e Isten szándéka szerint, vagy nem akarunk Isten szándéka szerint cselekedni. Az emberi szív oldalain ott van tehát a törvény, és ezért ezeket az ószövetségi utalásokat, idézeteket is beépíti a római levélbe Szent Pál apostol. Ki megy föl az égbe, hogy lehozza onnan, nem kell fölmenni az égbe. A régi világkép a több rétegű égboltozatot képzelte el, és az egek egei, a legfelsőbb égboltozatnál ott van az Isten világa. Oda akart eljutni egyébként a lázadó ember is, aki a bábeli tornyot építette, vagyis azok az emberek, akik a lázadásukkal akarták Istent a trónjáról ledönteni, szintén ószövetségi leírás a bábeli toronyépítésről, amelynek következménye az úgynevezett zűrzavar a nyelvek között. Az ember, amikor Isten ellen lázad, akkor a másik emberrel való összhangját is elveszíti. Ez csak egy mellékes megjegyzés, de nem elhanyagolható, hogyha valaki nem tud ráhangolódni Isten szándékára, akkor a másik emberrel sem tud összhangban élni. Ilyen a bűn természete. Amikor az ember gőgös, makacs, önfejű, és lázad Isten ellen, akkor egyúttal a másik embert is kizárja az életéből és szeretetéből. A szívünkben van a törvény, tehát nem kell fölmenni az egek egeibe, hogy onnan lehozzuk. Vagy a zsidó felfogás szerint az árnyékvilág, a Seol világa, az alvilág, ahová az e világból elköltözött lelkek távoznak a zsidó felfogásban, oda sem kell lemenni ahhoz, hogy onnan hozza föl, sem felülről, sem a mélyből. Nem kell utána járni fizikai távolságokat bejárva a törvénynek, mert elérhető, közel van. Egyrészt az Úristen kinyilatkoztatta az ő törvényeit, és képessé tette az ember felfogását, képessé tette az emberi szívet arra, hogy befogadja
az ő törvényét. Így tehát kiszáll le az alvilágba, tudnélik, hogy Krisztust a halálból visszahívja. Jézus maga legyőzte a halált, és ezáltal igazolta azt, hogy ő az igazi törvény adó. Nem változtatta meg a korábbi törvényt, nem másította meg, nem maradt el egy íbetű, egy veszőcske sem a törvényből, de Jézus Krisztus tette teljessé a törvényt, és a törvény megtartásán felül az ő belévetett hit által tette lehetővé a megigazulást. Közel van hozzád az ige, vagyis a tanítás, a szádban és a szívedben, ezt is már a második törvénykönyv megfogalmazza a 30. fejezet 14. versében. Közel van a tanítás, az ige, tudnilik a hit igéje, amelyet hirdetünk. Itt kisbetűvel szerepel, mert a tanításról van szó, de jól tudjuk, hogy nagy kezdőbetűvel az ige, a logosz, az maga Jézus Krisztus, az emberé lett Isten fia, aki saját szavaival és emberi tanításával tolmácsolta az Úr szolgájaként Isten kinyilatkoztatását. A törvény az nem változott tartalmában, de teljessé lett Jézus tanítása által, mert Jézus kinyilatkoztatásával megjelölte a törvény bejárásának helyes útját. Jézus Krisztus az Úr, ezt kell a szánkkal megvallanunk, erről beszél a 9. verssel kezdve az apostol, ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az írás ugyanis azt mondja, mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül. Ezek a versek, amelyek most elhangzottak, már ismerősek számunkra. Úgy gondolom, hogy ez a mai lélekemelő lehet a teljességében egy jó fogalomtisztázó és ismétlő adás, így is adom elő a mondani valómat. Sokszor megállunk, visszatérünk egy-egy korábban már felolvasott vershez, és ezt tesszük a mai alkalommal is, mint egy tömör összefoglalását adva azoknak a szempontoknak, amelyeknek segítségével haladunk a közös gondolkodásban a római levél olvasásával. Javaslom, hogy ismét tartsunk rövid szünetet. Oh,
Kedves nézőink, a Lélekemelő című vallási műsor mai adásának harmadik befejező részéhez érkeztünk. Ez most rövidebb rész lesz az előbbieknél, de annál tartalmasabb kell, hogy legyen, mert Jézus Krisztusra hivatkozva mondja az apostol a római levélben, a 9. verstől kezdve a 11. versig, ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A hit elsősorban bizalom, személyes ráhagyatkozás Istenre, az Istennel való élő kapcsolat ápolása, a hit törékeny dolog, illetve féltenünk kell, vigyáznunk kell, hogy ne csökkenjen, el ne fogjon, meg ne szűnjön, ellenkezőleg gyarapítanunk kellene. Az apostol mondja egy más helyütt, hogy cserépedényben őrizzük a hitünket, tehát törékeny állapotban van az ember hite, mert álhatatlanok vagyunk, és meggyengült az emberi természetünk. Alapjában véve tehát a hit ráhangolódás, ráhagyatkozás Istenre, és ugyanakkor a hitnek emberi feladata is van, hogy amit az ember a szívében hordoz, most itt különösképpen az Istennel való kapcsolatra gondolunk, amit ez ügyben a szívünkben hordozunk, azt ki is kell mondanunk, azt meg kell vallanunk, ennek megfelelően kell élnünk. Tehát a hit olyan valóság, amelyről bizonságot kell tennünk. Tehát ha száddal vallod, erre hivatkozik a szöveg, hogy Jézus az Úr, ahogyan más helyütt a Filippiekhez írt levelében írja a csodálatos himnuszban az apostol, hogy minden nyelv hirdeti, hogy Jézus Krisztus az Úr, és minden térd meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdeti Jézus Krisztus Úr mi voltát, amit nyilván az ember a szájával, a nyelvével vall meg. Ez a legfontosabb hitvallása a Krisztus követő embernek Jézusról, hogy ő az Úr. Már a tanítványok is így beszéltek Jézusról, mellette vagy mögötte, a háta mögött, különösen akkor, amikor a feltámadása után felismerték őt, és összesúgtak, hogy az Úr az, kialakult már korábban is ez az Istennek kijáró cím, és a győztes messiásnak kijáró cím, hogy ő az Úr, mert legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, megtörte tehát a bűnnek az uralmát és a gonosznak az uralmát. Ő az Úr a rossz fölött, és ő az Ura a világnak. Jézus Krisztus az Úr. Ezt kell a keresztény embernek a szájával megvallania, mert hiszen minden nyelv hirdeti az Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. A hitnek tehát tartalma is van, amit ki kell mondanunk, és a hitnek a tartalma Jézus Krisztussal kapcsolatban ez, hogy ő az Úr. Ez tehát a legalapvetőbb hitvallás a keresztény ember életében. Ha csak annyit mondunk, hogy Jézus az Úr, már ezzel is mindent elmondtunk róla, és az ő istenemberi mi voltát, messiási mi voltát, a halál feletti, a bűn feletti győzelmét mind megvalljuk. Bár itt még külön arra is hivatkozik Szent Pál, hogy a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. A legfontosabb keresztény tény, a hitbeli tény az Úr Jézus Krisztus feltámadása. Ha nem támadt volna fel Jézus, akkor minden hiába való lenne. Ugyancsak Szent Pál apostol mondja, hogy hiába lenne az ige hirdetés, ha Jézus nem támad föl a halálból. Ez a mi feltámadásunknak is a záloga, a saját emberi feltámadásunk lehetőségének a megvallása is,
mert hiszen Jézus Krisztus majd egykor átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi az ő megdicsült testéhez. Tehát így módon, amikor a szívünkben megvalljuk ezt is, és szívünk mélyén hiszünk Jézus föltámadásában, akkor önmagunk élete értelmét is megfogalmazzuk, és önmagunk feltámadásáról is bizonyságot teszünk. Ezért olyan fontos, hogy a hit állapotáról is beszéljünk, és a hit tartalmáról is beszéljünk. Ugyanis a hit állapota az Istenre való ráhagyatkozás, a bizalom, a személyes élő kapcsolat ápolása, ez a hitnek az állapota, de a hitnek tartalma is van, amit értelemmel fel kell fognunk, be kell látnunk, el kell fogadnunk, és a szánkkal, a nyelvünkkel meg kell vallanunk. A hitnek van tehát fogalmi tartalma. Itt most nem akármilyen hitről beszélünk természetesen, hanem a keresztény hitről, a krisztusi hitről, vagyis a Jézus Krisztusba vetett hitről beszélünk. Péter apostol, a főapostol úgy vallotta meg ezt a hitet, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát Krisztusnak, Messiásnak, fölkentnek nevezi Jézust, és ezzel a tanítványok közös hitét is megvallja. Ugyanis a keresztényeknek van személyes, egyéni állásfoglalásuk a hit dolgában és a hit állapotában, tehát azt mondhatjuk, hogy a keresztény ember, és általában minden ember a hit állapotában szabad, vagyis felelősség teljesen kell, hogy a hit állapotával foglalkozzon és azt ápolja. Erre vonatkozik valójában a Szent Páli megjegyzés, hogy a hitünket cserépedényben hordozzuk, de a hit tartalma közös. E tekintetben nem vagyunk idézőjelben téve, az a nem vagyunk szabadok, mert egyébként mindenképpen szabadok vagyunk, de a hit tartalmát nem mi határozzuk meg, nem mi találjuk ki, hanem azt Jézus Krisztus kinyilatkoztatta, megélte előttünk önmagáról, önmagával kapcsolatban, és mi ezt a hit tartalmat közösen fogadjuk el. Tehát a szívünk mélyén azt a hit tartalmat hordozzuk közösen, azt a közösségi hit tartalmat külön is, amely Jézus Krisztus küldetésére vonatkozik, és a legfőbb állítás, Jézus Krisztus feltámadta halálból. A mai közös gondolkodásunk ismétlő jellegű, de mégis összefoglaló szempontokat is magában foglalt, tehát így tekintsünk a mai alkalomra, hogy átgondolhattunk most egy szép tartalmi összefoglalást a Római Levél 10. fejezete alapján, annak az első 11 verse segítségével. Köszönöm a kedves nézőink figyelmét a mai alkalommal is, és kívánom, hogy ez a közös gondolkodás személyesen is hasson kedves nézőink lelkére, életére, emberi kapcsolataira, és aki hívő módon és nyitottsággal keresi élete értelmét és boldogulását, azt tekintsen Jézus Krisztusra, ő az Úr, aki feltámadta halálból. A Lélekemelő című vallási műsorunk végén tehát szeretettel búcsúzom a katolikus köszöntéssel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!